Egy konkrét szelvény megszerkesztéséhez értelemszerűen tudnunk kell a szelvény vonal helyét egy adott topográfiai térképen. Ez általában egy kilométer hálózati négyzet oldal hossz szokott lenni. A példa feladatunkban a Földtudományi és Földrajzi Számítási Feladatok című feladatgyűjtemény 3.3.14-es ábráján található Igen. 5004-es vonal mentén kell készülni a szelvénynek a nyugatról 62-67-es, keletről 62-68-as vonalak által határolva déli irányból nézve. Tehát ugye egy nyugat-keleti irányú vonalról beszélünk, amit itt a dián piros téglalappal bekeretezve láthatunk, ami egy 1 kilométer hosszú szelvény vonal, tehát a vízszintes tengelyen majd 0-tól 1 kilométerig kell készítenünk a szelvény vonalat. A szelvény szerkesztés egyik legalapvetőbb háttéradata az eredeti térkép méretaránya. Ennek meghatározásához lemérjük az alaptérképnek a kilométer hálózati nézete oldalát, ez ebben az esetben 20 mm, ebből kapjuk meg, hogy a 1 kilométert 1 millió millimétert 20-szal osztva az 50 ezres méretarány számot, tehát az eredeti térképünk méretaránya egy aránylik az 50 ezerhez. Másik fontos alapadata a térképünknek, ami a szelvény megszerkesztéséhez szükséges, az alap szintköz, amit a szintvonalak teljes térképlapon történő áttekintése után megállapíthatunk, hogy 10 méter, tehát 10 méteres alapszintközzel dolgozhatunk, ugye ez szerepel majd a függőleges tengelyen beosztási egységként. A szelvény tengelyének megrajzolásához, most ebben az esetben először a függőleges tengely megrajzolásához, ugye az első lépés, amit tudnunk kell, az a terep magassági ingadozása. Ez azt a lépést igényli, hogy megállapítsuk a szelvény vonalunk legmagasabb és legalacsonyabb pontját, illetve hogy ehhez igazodva a terepmagasság ingadozásának alsó és felső határpontját. Ha megnézzük a térképünket, látjuk, hogy a legmagasabb pontja a szelvényünknek az itt a szelvény vonal közepén, közepe környékén, itt ugye a 150 méteres alapszint, itt a főszintvonal fölött, itt látható egy felező szintvonal, ez a 155 méteres szintet jelöli, e között és a fölötte levő 160 méteres alapszintvonal között valahol találjuk a szelvényvonalunk legmagasabb pontját, ezért azt mondhatjuk, hogy a terepmagasság ingadozásának felső határa a legmagasabb pont fölötti alapszintvonal, tehát 160 méter. Szelvényvonalunk legalacsonyabb pontja, itt ugye a szelvényvonal kezdőpontja felé, tehát a nyugati végpont felé haladva, ugye 150-140-130 méteres szintvonal, illetve a egyen még lejjebb található 120 méteres szintvonalak között található, vagyis azt mondhatjuk, hogy a terep magassági ingadozásának alsó határa 120 méter, így a szelvény, vagyis a függőleges tengely által átfogott magassági ingadozás 40 méter, 120 és 160 méter között. Ezen a ponton megkezdhetjük a szelvény vonalunk, illetve hát a magának a szelvénynek a konkrét szerkesztését.
Hogyha milliméter papírunkat előveszük, akkor ugye most már birtokunkban van némi alapinformáció mindkét tengelyre vonatkozóan. Ugye egyrészt a vízszintes tengelyről annyit tudunk, hogy nullától 1 kilométerig kell vezetnünk, a függőleges tengelyt pedig 120 és 160 méter között kell beosztanunk. A konkrét tengelybeosztások elkészítéséhez, ahogy a erre vonatkozó leckében megállapítottuk, szükség van még további információkra. Ezek a további információk pedig azok lesznek, hogy a vízszintes méretarány egy aránylik az 5000-hez, függőleges tengely beosztása pedig úgy készül, hogy 10 méteres szintközök 40 mm-enként követik egymást a függőleges tengelyen. Tehát vízszintes méretarány egy aránylik az 5000, ez függőleges tengelyen 10 méterhez 40 mm tartozik, de ezek az adott helyeken még elő fognak kerülni. Hogyha kezdjük a vízszintes tengelynél. A vízszintes méretarány, tehát tudjuk, egy aránylik az 5000-hez. A feladatban alapadatként megkapott értékeket érdemes minél előbb feltüntetni a tengely mellett. A vízszintes tengelyen a szükséges feladat az a tengely beosztás elkészítése, vagyis az ábrázolni kívánt távolság vízszintes tengelyen levő helyének megállapítása. Ugye ebben az esetben 1 kilométernek a helyét keressük, mert 1 kilométer hosszú szerevény vonalunk lesz. Tehát a szerevényi alapadat számító képleteink közül a szerevényi távolságot megadó képletet kell alkalmaznunk, hogyha 1 kilométer helyét keressük egy 5000-es vízszintes méretarány számú szelvény esetében, akkor ugye az 1 kilométert, tehát azonnak megfelelő 1 millió millimétert osztjuk 5000-rel, így kapjuk meg az 1 kilométeres beosztás helyét, tehát 200-200 millimétert, 20 centimétert ide rajzolhatjuk be az 1 kilométeres beosztást. Ugye, hogyha 50 000-es méretarányú alaptérképünk volt, a vízszintes méretarányt pedig a feladat megadta, mint egy aránylik az 5000-es értéket. Ugye ott a nyújtás számítására szolgáló képletből viszonylag egyszerűen akár fejszámolással megállapíthatjuk, hogy az 50 000-es alaptérképi méretarányszám és az 5000-es vízszintes méretarányszám hányadosa 10. Ezt megállapíthatjuk egyébként ugye a másik módszerrel úgy is, hogy ugye azt tudjuk az eredeti térképre vonatkozó méretarány számításból, hogy az alaptérképen egy kilométer hálózati négyzet oldalnak a hossza 20 mm. Az imént kiszámítottuk azt, hogy az 1 kilométeres beosztás 200 mm-hez kerül, akkor ebből szintén 200 osztva 20-szal kijön a 10-es hányados, vagyis a nyújtásnak a 10-szeres értéke. A függőleges tengelyre vonatkozóan azt tudjuk a feladat által megadott alapértékekből, hogy 10 méteres magasság különbség 40 mm-nél lesz a milliméter papíron. Azt a terepmagasság ingadozása esetében megállapítottuk, hogy ugye 120 és 160 méter között kell a függőleges tengelynek a magassági értékeket átfognia, tehát az origóban 120 van, e fölött 40 mm-re 4 cm-re a 130, újabb 40 mm-re a 140-es szint, és a többi a 160 méteres szintig. A függőleges tengelyre vonatkozó ebben az esetben szükséges számítási feladatunk az, hogy a magassági méretarányt megállapítsuk és feltüntessük.
magassági méretaránya a neki megfelelő méretarány szám megállapításával történik, ami ugye az ábrázolni kívánt terepi magasság, ebben az esetben ugye az alapszintnek megfelelő 10 méter, és a hozzátartozó szelvényi magasság adatva is 40 mm hányadosa, ezeknek a hányadosa 250 lesz a magassági méretarány, vagyis a magassági méretarány egy arányika 250-hez. Ezt tüntetjük fel tehát a függőleges tengely végénél. Ez tehát az az állapot, amikor tehát mindkét tengelyen láthatjuk a beosztást, illetve mindkét tengelyen ott van az adott tengelyre vonatkozó méretarány, valamint a vízszintes tengelynél a nyújtás. Ez az az állapot, amikor a szerkesztés megkezdhető. A szelvény szerkesztés az elméleti alapokat követve abból áll, hogy a felszínnek meghatározott meccés vonalaiban ábrázolunk. Ezek a meghatározott meccés vonalak célszerűen a szintvonalak meccés vonalai. A szelvény konkrét szerkesztési feladatának nagy többsége tehát a szintvonalaknak a szelvény vonalával való meccés pontjait érintő szerkesztési feladat. Tehát ez lesz, ezek fogják adni az ábrázolandó pontok többségét. A szelvény lapon, tehát a méretarányokkal, beosztással adott tengelyekkel rendelkező milliméter papíron a szerkesztést azt teszi viszonylag egyszerűvé, hogy ugye a szelvényt meghatározza ez a bizonyos nyújtásérték, ami a vízszintes tengelyen ugye bármely mért adathoz azonnal meg tudja adni a neki megfelelő szelvényi távolság értéket, a függőleges tengelyen pedig értelemszerűen ábrázolhatóak a pontok, az alapszintvonalak meccés pontjai ugye a beosztás szerint egyértelműen láthatók, az esetleges köztes pontok meghatározása pedig a méretarányok, tehát a szelvény saját méretaránya, illetve az alaptérképi méretarány segítségével elvégezhető. Ahogy mondtuk, tehát az ábrázolandó pontok többsége a szelvény vonal és az alapszintvonalak meccés pontjai lesznek. Ezen kívül lesz néhány olyan pont, amit interpolálni kell. Ugye itt a magassági ingadozás megállapításakor említettem, hogy akkor önmagában a magassági ingadozás meghatározása az interpolálás nem lesz szükséges, de ugye mivel a szelvényvonalnak például a kezdő és a végpontja adott esetben például ennél a szelvénynél is nem éppen alapszintvonalra vagy főszintvonalra esik, hanem szintvonalak közé, ezért lesz néhány olyan pont, konkrétan két pont típus sorolhatóan, amiket interpolálni kell, és az interpolált értéket, interpolált pontot kell majd ábrázolni. De először a pontok nagy többsége, az ábrázolandó pontok nagy többsége az alapszintvonalak meccés pontjai lesznek. Ahogy említettük, a nyújtás minden egyes szelvényi pontnak az értékére érvényes. Tehát minden pont esetében igaz az, hogy amilyen távolságot mérünk az adott pontra vonatkozóan, mondjuk a szelvény vonal kezdőpontjától, a nyújtás segítségével annak a szelvényen való vízszintes koordinátája egyszerűen meghatározható. Ennek megfelelően a szintvonalak meccés pontjainál, és egyébként tulajdonképpen minden pontnál az eljárás lényege az, hogy az adott pont, legtöbb esetben tehát szintvonal meccés pont távolságát lemérjük a térképen a szelvényvonal kezdőpontjától,
Az így kapott távolságértéket megszorozzuk a nyújtás értékével, így kapjuk meg az adott pontnak a vízszintes tengelyen értelmezhető koordinátáját, függőleges tengelyen értelmezhető helyét pedig ugye az alap szintvonalaknak megfelelő helyek megadják, interpolandó pontok esetében pedig hát a milliméter papír beosztását használva tudjuk őket ábrázolni. Az ábrázolandó pontok első és nagyobb halmazatát az alapszintvonalak metszés pontjainak halmaza. Itt láthatjuk tehát a szervényvonalat, és a feladatunk tehát az, hogy ezen pontok mindegyikének a távolságát mérjük a szervényvonal kezdőpontjától, mint origótól, a kapott értéket a nyújtással szorozzuk, és ennek megfelelően ábrázoljuk a pontot. Az első pontunkat nézzük, ez ugye a 120 méteres, illetve a 130 méteres szintvonal metszéspontja lesz. Itt, tehát egészen közel a szervényvonal kezdőpontjához, ez az egészen közel, ez 1 mm, ami itt a dián meg is jelent, zárójelben. Zárójelben fogjuk tehát látni a térképen mért távolságokat az origótól, a szervényvonal kezdőpontjától milliméterben, alatta pedig a nyújtással szorzott értéket, ami a szelvényen magán, tehát a milliméter papíron, a vízszintes tengelyen az adott pont által felvett értéket mutatja. Ebben az esetben, mivel 10-szeres nyújtásunk van, ezért az ehhez szükséges számítás hát még könnyebben elvégezhető fejszámolással, mondhatjuk így is, vagy ebben a konkrét esetben úgy is fogalmazhatunk, hogy amit milliméterben mérünk, azt a milliméter papíron centiméterként ábrázolhatjuk. Tehát még egyszer, az első pont esetében a kezdőponttól mért távolság 1 milliméter, ennek megfelelően a vízszintes tengelyen vett hát távolság vagy koordinátorérték 10 milliméter, és ugye mivel a 130-as szintvonal metszéspontjáról van szó, ezért, amit itt pirossal látom megjelenni, ez lesz a pontnak a helye, tehát a vízszintes tengelyen 10 mm, függőleges tengelyen pedig a 130-as szintnél. A következő pontunk a 140-es alapszintvonal metszéspontja. Ennek a távolsága a szervényvonal kezdőpontjától 2,5 mm, ebből következően a vízszintes tengelyen felmérendő távolság 25 mm, függőleges tengelyen a helyzetét pedig egyértelműen megadja az, hogy a 140 méteres szintvonalhoz tartozó pontról van szó, tehát ez a piros ponttal másodikként megjelent pont lesz a szelvényvonalunkon. A következő pont a vastag vonallal látható 150 méteres főszintvonal. Minden ötödik alapszintvonal megvastagítva főszintvonal lesz. Ennek a kezdőponttól mért távolsága, itt látjuk, 4,5 mm. Ebből következően a szelvényvonalon, illetve a szelvény vízszintes tengelyén alkalmazandó vízszintes koordináta, mondhatjuk így, 45 mm, és ugye a 150 méteres alapszinthez tartozó pontról van szó, tehát a harmadikként megjelent piros pont a 150-es szintnél, vízszintes tengelyen pedig 45 mm-nél. Ez lesz tehát ennek a pontnak a szelvényi megfelelője.
Hogyha tovább tekintjük a térképünket, ugye azt látjuk, hogy kelet felé jobbra haladva van egy szaggatott vonal, egy felező szintvonal. Ennek a létjogosultságát ott is látjuk, hogy ezután rövidesen ugye látunk egy viszonylag széles, mármint távolság értelemben széles szint közt a 150 méteres főszintvonal és a fölötte található 160 méteres alap szintvonal között. Amennyiben tehát nagy, viszonylag nagy távolság tartozik egy alapszint közhöz, akkor ugye ez azt jelenti, hogy azon a kisebb területen a lejtés erősen csökken. Adott esetben úgy is mondhatjuk, hogy egy lejtőpihenőről van szó, és így ennek a hosszabb lejtő részszakasznak az alon belüli elkülönítéséhez, tehát kicsit mégis erősebben vagy kevésbé rejtő a részletek elkülönítéséhez lehet felező szintvonalat bevezetni, mivel ebben az esetben a 150-es és a 160 méteres szintvonal között vagyunk, ezért ez a szaggatottan jelölt felező szintvonal 155 méteres szintet fogja jelölni. Azt szoktuk kérni szelvény szerkesztéskor, hogy amennyiben felező szintvonalat találunk, úgy ezt tekintsük szintvonalnak, tehát azt is ábrázoljuk. 155 méteres felező szintvonal meccéspontja 6,5 mm-nél, tehát itt láthatjuk, hogy itt. Hat és fél milliméternél van, tehát ennek megfelelően 65 milliméternél ábrázoljuk, amit következő piros pontként a dián megjelent. Amit ezután a szelvényvonalon látunk, az az, hogy a következő szintvonal meccéspont az ugyanennek, tehát ismét a 155 méteres szintet jelölő felező szintvonalnak a meccéspontja. Utána pedig egyébként látjuk a 150 méteres alap, illetve főszintvonalat ismét. Ugye ez már elég egyértelműen utal arra, hogy itt a terepnek a lejtés iránya megváltozott. Ez lesz egyébként az interpolálandó pontok második típusa, de ebben az esetben még csak az alapszintvonalak meccéspontjaival foglalkozunk. Tehát a következő ábrázolandó pontunk a 155 méteres felező szintvonal következő meccéspontja itt, aminek a kezdőponttól való távolsága 12 mm, ami a szelvény vízszintes tengelyén 120 milliméterhez, 12 centihez kerül. Itt tehát az imént megjelent piros pont a 150 méteres szinten. Ez a szelvény vonalunk következő pontja. Látunk a szelvény vonalat metszeni, a térképre bekanyarodni egy jó vastag, bár görbe vonalat, de ugye erről tudjuk, meg tudjuk könnyen állapítani, hogy ez nem szintvonal, tehát a meccéspontját nem kell vizsgálni. Mi az, amiből ezt elég gyorsan láthatjuk? Az, hogy ez a vonal az szintvonalakat metsz. Márpedig a térképészetnek az egyik, mármint a szintvonalas domborzatábrázolásnak az egyik legalapvetőbb törvényszerűsége az, hogy a szintvonalak egymást nem metszhetik. Tehát egy pont nem veti föl egyszerre két szintvonalnak a magasságát. Így erről a vonalról egyértelműen tudjuk tulajdonképpen első ránézésre azt, hogy ez nem szintvonal. A következő ábrázolandó szintvonal meccéspont tehát, ugye a megváltozott ezúttal már lejtő terepnek megfelelően a 150 méteres
főszínvonalnak a következő meccéspontja ebben a pontban. Ennek a szelvényvonal kezdőpontjától való távolság a 17 mm, vagyis 170 mm-nél 17 cm-nél ábrázolhatjuk, tehát még egyszer a 150 méteres főszínvonal meccéspontját. És ha nézzük a térképet, akkor látjuk, hogy már csak egy szintvonal meccéspontunk van a szelvényvonalon, ami konkrétan ismét egy felező szintvonal meccéspont a 150 méteres szint alatt értelemszerűen, akkor ez a 145 méteres felező szintvonal meccéspontja ebben a pontban itt ennek az origótól való távolságát kell tehát utoljára mérnünk, mint szintvonal meccéspont, ez a szelvényvonal kezdőpontjától indítva 18,5 mm, ami a vízszintes tengelyen 185 mm-nél lesz. Itt érdemes talán elmondani, hogy alapvetően azt szoktuk nagyon javasolni, hogy mindig a szelvényvonal kezdőpontjától mérjünk. Ebben a videóban is már a kezdetektől ezt követtem. Ugye ez azért van, mert elvileg ugye lehet a pontoktól így sorozatszerűen, vagy egymásra épülően ismérni, csak ugye abban az esetben, hogyha valamelyik pont mérésénél valamilyen hiba volt, akkor az a hiba végig fog öröklődni az összes pontnál, és így akár az összes pont értékét vagy ábrázolási helyét elronthatja. Míg, hogyha minden pontot a kezdőponttól, az origótól mérünk, akkor az esetleges becsúszó, egy-egy pontnál becsúszó hibák nem vonják maguk után az összes további pont hibáját, hanem csak önmagában lesz, vagy lesznek érvényesek. Tehát az utolsó ábrázolandó pontunk a 145 méteres felező szintvonalnak a meccéspontja, ami 185 mm-hez kerül a szelvényvonalon. Itt láthatjuk pirossal, tehát a 145 méteres szinten 18,5 centinél az utolsó ábrázolandó szintvonal meccéspontunkat. Ahogy tehát a korábbiakban említettük, a szintvonal meccéspontok ábrázolásán kívül a szelvények hát abszolút döntő többségében van néhány olyan pont, amit interpolálni kell, és interpoláció után kell ábrázolni. Az interpolálandó pontoknak két fő típusa van. Az első eset az, amikor a szelvény vonal kezdő és vagy végpontja esik szintvonalak közé. Nyilvánvalóan, hogyha van egy megadott hosszúság, ugye például ebben az esetben 1 km hosszúságú szelvényvonalunk, akkor az úgy lesz 1 km-re esélye, tehát úgy képez le egy 1 km-es távolságot, hogyha ugye a vízszintes tenger 0-tól 1 km-ig tartó beosztás elejétől a végéig le van fedve egy folytonos vonallal. Vagyis meg kell lennie a szelvényvonal kezdő és végpontjának is. Ezek az esetek jelentős részében legalább az egyik nem szintvonal meccéspontra esnek. Előfordul egyébként ilyen is, például a feladatgyűjtemény feladatai között is, de hát logikus módon az esetek többségében egyébként erről nincs szó, tehát a szelvényvonal kezdő és végpontját interpolálni szükséges. A másik
típusú az interpolálódó pontoknak az, amikor a felszínnek a lejtés iránya megváltozik. Ugye ezen a szelvényen, hát éppen a már ábrázolt szintvonalmetszés pontokon jól látható, hogy van egy pont valahol, ahol az emelkedő, ahol a lejtő emelkedése csökkenésbe vált át. Ezt onnan láttuk már az alapszintvonalak ábrázolásakor, hogy egymás után következik kétszer a 155 méteres szintvonalnak a metszéspontja, és a kettő között értelemszerűen lennie kell egy pontnak, 155 és 160 méter között valahol, ahol ez a lejtés irány megfordul. Ugye ezt tudjuk a szintvonalas ábrázolás alapjaiból, hogy a szintvonalak között a lejtőkben azok homorú vagy domború jellege miatt további pontok egész pontos magassági meghatározása elvi szinten nem lehetséges, de a térképészeti gyakorlatban ilyen esetekben interpoláció segítségével elég jól meg tudjuk állapítani az adott pontoknak a lejtésirány megváltozás jelölő pontoknak a helyét és pontos magasságát. Ebben az esetben először a kezdő és a végpont magasságát fogjuk interpolációval meghatározni, és őket a szelvény vonalon ábrázolni. A szelvény vonal kezdőpontja 120 és 130 méteres magassági szintek között van. Ezt ugye egyébként már a telep magassági ingadozásának megállapításakor észrevettük. Tehát a 120 és 130 méter között található pontnak kell meghatározni a magasságát. A szelvény szerkesztéshez kötődő interpolációk egyébként az interpoláció rendes szabályai szerint történnek, tehát a két határoló szintvonal a magasság szükséges, és a ponton keresztül húzott a merülegeshez lehető legközelebbi, tehát lehető legrövidebb szakasz mentén interpolálunk egy aránypár felállításán alapuló képlettel. Hogyha megnézzük a mostani pontunkat, ez a 120 és 130 méteres szintvonalak között van, és körülbelül ilyen vonalzó beállítással meg tudjuk határozni az interpolálandó szakaszt. Ebben az esetben is érvényesek természetesen az interpolációra vonatkozó követelmények. Mivel szelvény van a kezdő és végpontja az általában, ugye, mint ahogy ebben az esetben is jól interpolálható pontot jelent, mivel a kilométerhálózati vonalak metszéspontja egyértelműen megadja a pontok helyét, és egyébként elég gyakran rövid interpoláló szakasz tartozik hozzá, így ebben az esetben is. A másik interpolálandó pont típus törvényszerűségeit annál fogom majd ismertetni. Tehát a szelvényvonal kezdő pontjánál 120 és 130 méter között vagyunk, és a két interpoláló részszakasz, ez egy másik lehetséges felírási módja az interpolációs képletnek, tehát fél millimétert mérünk a pontig, a tőle lejjebb levő, tehát 120 méteres szintvonaltól, és még egy millimétert mérünk a fölötte levő, tehát 130 méteres vonalig. És akkor ennek megfelelően az interpolációs képlet 10 per másfélszor fél. Ez leírható
másik tanult képlet formában is, tehát fél 0,5 mint pontig mért lejtő alap osztva 1,5-del, mint teljes lejtő alappal szorozva a magasság különbséggel, ami az alap szint köznek felel meg ebben az esetben, tehát 10-zel így kapjuk meg ezt a 3,3 méteres magasság különbséget, amit, hogyha hozzáadunk a mérés alapjául szolgáló lentebbi szintvonal magasságához, a 120-hoz, akkor megkapjuk a szelvévonal kezdőpontjának magasságát, 123,5 métert. Ugye egy komoly feladat ebben az esetben az, hogy a függőleges tengelyen való ábrázolás ebben az esetben nem olyan egyszerű, mivel nem szintvonal metszéspontról van szó, aminek a helyét megadná az adott szinthez tartozó beosztási érték. A vízszintes koordináta értéke, ugye, mivel kezdőpontról van szó, ezért egyszerű, ugye a kezdőpont az origó a nulla fölött lesz, tehát a függőleges tengelyen rajta ez a pont. Kérdés tehát az, hogy a 120 méter fölött mennyivel kell ábrázolnunk a 123,5 métert, ami így a kerekítés után a kezdőpont tengerszint feletti magasságoként kijött. Értelemszerűen a függőleges tengely beosztásából, hát úgy is mondhatnánk, hogy a méretarányából kell kiindulni. Ebben az esetben már magában a feladat megadásában egy jól használható összefüggés volt. Ugye azt mondta a feladat, hogy 10 méteres magasság különbségek 40 mm-hez kerüljenek. Tehát ha a 10 méter 40 mm, akkor érdemes visszaszámolni arra, hogy hány milliméter fog megfelelni 1 méternek. Tehát 10 méter 40 mm, akkor 1 méter nyilván 4, és akkor a 3,5 az 14 mm, tehát 14 milliméterrel kell lennünk a vízszintes tengely fölött, függőleges tengelyre rárajzolva. Tehát ez lesz a szelvényvonal kezdőpontja. Következő interpolálandó pontunk, ugye a szokásos módon nyugatról kelet felé haladva, a szelvény vonal legmagasabb pontja, ugye az a pont, ahol az emelkedés lejtésbe vált át. Ezt a terepmagasság ingadozásánál már megállapítottuk, hogy itt a155 méteres felezőszintvonal és a 160 méteres alapszintvonal között vagyunk. Ez tehát az interpolandó, szelvény interpolandó pontoknak a lejtés irány megváltozási pont elnevezésű része vagy halmaza. Ezek esetében az előző, tehát a kezdő vagy végpontnál nagyobb nehézséget az okozza, hogy ugye itt magát a pontot a szelvény vonalon így közvetlenül nem látjuk egyelőre. Mert hogy a szelvényvonal a kezdő és végpontját általában kijelölik a kilométerhálózati négyzet metszés vonalak. Ebben az esetben viszont azt a pontot, mert hogy ez a pont egyébként nyilván létezik, azt a pontot, ennek a helyét az interpoláció szabályainak segítségével tudjuk megállapítani. Tehát mivel itt is interpolációról lesz szó, ezért egész egyszerűen egy olyan interpolációt kell végrehajtani, ami a szokásos követelményeknek megfelel. Tehát a 155 és 160 méter között interpolálunk, akkor próbálunk a két szintvonalra lehető leginkább merőlegesen egy minél rövidebb interpoláló szakaszt találni. És tehát ennek mentén értelmezhető ez a két érték, tehát
Itt látható körülbelül 4 mm-es interpolálandó szakaszon belül 2,5 mm-re vagyunk a lentebbi elhelyezkedésű, tehát 155 méteres alapszinttől, és másfél milliméter a 160 méteres alapszinttől. Tehát 2,5 és másfél, vagy úgy is mondhatjuk, hogy 2,5 milliméter az interpoláló szakasz, annak teljes hossza pedig a két alapszintvonal között 4 mm. Ennek megfelelően a legjobb is alkalmazott képlet, tehát az átfogott teljes szintköz, alapszintköz osztva a teljes távolsággal, úgy is mondhatjuk, hogy lejtő alappal, és még egyszer szorozva a lentebbi szintvonaltól mért távolsággal, és hogyha így a lentebbi szintvonaltól mérünk, akkor a kapott értéket ugye egyértelműen hozzá tudjuk adni a lentebbi szintvonal magassági értékéhez, ebben az esetben 155-höz, kerekítés után az jön ki, tehát, hogy szelvény vonal legmagasabb pontja 158 méternél van. Az ilyen köztes, tehát lejtésirány megváltozást jelölő pontok interpolálásának a másik nehézsége az, hogy az interpoláló szakasz által meghatározott interpoláló pontnak, ami tehát ennek a szakasznak és a szelvény vonalnak a meccses pontja, ugye ennek a pontnak a kezdőponttól vett távolságát ugyanúgy le kell mérnünk, mert a pontos helyét a térkép önmagában nem mutatja. Ez lesz tehát ez a bizonyos 9 mm, igen. Tehát itt látjuk ennek az interpoláló szakasznak a kb. 9 mm-nél való meccés pontját. Mivel itt is egy szelvény vonali pontról van szó, azért értelemszerűen ugyanúgy a többi pontra is érvényes 10-szeres nyújtást alkalmazunk, így kerül 90 mm-hez 9 cm-hez a felső tengelyen, és a körülbelüli 12 méteres különbséget, illetve bocsánat, 3 méteres különbséget, 12 milliméteres különbséget a 155 méteres szinthez képest, ugye látjuk a pont ábrázolásában, zölden látjuk ezt az interpolált pontot, tehát még egyszer, szintes tengelyen 90 mm-nél a függőleges tengelyen pedig 12 mm-rel a 155 méteres szint fölött. Még egy dolog, azt fontos elmondani ebben az esetben, hogy ugye mivel ezek a köztes interpolálandó pontok, tehát lejtésirány megváltozást jelölő pontok, ezeknek a helye nem egészen egyértelmű, tehát a interpoláláshoz azért esetek egy jó részében több interpoláló szakasz is egyaránt megfelel, ezért ennek az interpoláló pontnak a pontos helye nem adható meg egyértelműen. Ezért azt szoktuk mondani, hogy ennél a követelmény az, hogy a két szomszédos szintvonal meccéspont között körülbelül félúton egy jól interpolálandó pontban helyezkedjen el ez az interpolált pont. Egyébként a szintvonal meccéspontoknál a térképészet gyakorlaton szokásos félméteres hibahatár az érvényes. Nyilván ezt ugyanúgy a nyújtás értékével szorozva veszük figyelembe, tehát hogyha valaki egy 10-szeres nyújtásnál téved a mérésben 1 mm-t, akkor nyilván a szelvénylapon
10 mm-es a hiba határ. Az utolsó interpolálandó pontunk pedig a szelvény vonal végpontja. Ugye ez teljesen hasonló szerkesztés szempontjából megegyező eset a szelvény vonal kezdőpontjával. Tehát ugye két szintvonal, itt ebben az esetben egy alap szintvonal és egy felező szintvonal között látható a szelvény vonal végpontja, de magának a szerkesztésnek a menete ugyanaz, mint az összes interpolációnál. Tehát próbálunk egy lehető legjobb interpoláló szakaszt felállítani, ahol tehát a merőlegeshez leginkább közelítve lehet a két szomszédos színvonalra. Tehát közelítve merülősen egy interpoláló szakaszt a ponton keresztül felállítani, tehát körül itt láthatjuk ezt az interpoláló szakaszt, ehhez tartozó értékek, tehát 140-145 méter között vagyunk, az ehhez tartozó értékek, tehát itt ugye először a alul levő 140 méteres színvonaltól, miért 9 méteres értéket látjuk, és ugye a utána következő 2 mm-es értéket, tehát hogy ezek összeadva azt mutatják, hogy 11 mm-es a lejtő alap, ennek megfelelően az eddig már szintén használt képletet alkalmazva, tehát az alapszint köz szorzóként ott lesz az egészben, de ezt osztjuk először a teljes lejtő alappal, viszont rögtön felhozzuk utána a hosszabbik részszakasznak az értékével, így kapjuk ezt a körülbelül 4 méteres magasságkülönbséget, de ugye a pontnak az elhelyezkedésére ránézve a térképen ez tulajdonképpen nem is meglepő, tehát közelebb a 145 méteres szinthez, mint a 140-eshez, 144 méter lesz, ugye 4x4 egyenlő 16 mm-rel ábrázolva a 140-es szint fölött, és a vízszintes tengelyen értelmezhető hely az nyilván a 1 kilométernél lesz. Ez lesz a szelvényvonal végpontja. A szelvényszerkesztés utolsó lépése pedig az így már rendelkezésre álló, tehát szintvonal meccéspontként vagy interpolációval megkapott pontok összekötése egy határozott görbe vonallal, amit itt a dián kékkel látunk. Tehát még egyszer követelmény ezzel kapcsolatban mindössze annyi, hogy egy határozott görbe vonal legyen. Tehát értelemszerűen próbáljuk minél jobban visszaadni a természetes felszínekre jellemző homorú vagy domború lejtőket, de a grafikai kivitelezésnek a minősége az nem szokott értékelési szempont lenni. Az utolsó résztéma, amivel a szelvényszerkesztéssel kapcsolatban megismerkedünk, a láthatósági szelvénysorozat fogalma, az azzal kapcsolatos alapvető ismeretek. Ez a szelvénynek vagy metszetnek egy további lehetséges alkalmazása a bevezető gondolatokban megfogalmazott gyakorlati alkalmazásokhoz képest. Definíció szerint a láthatósági szelvénysorozat, tehát egymással párhuzamos szelvények, tehát legalább kettő egymásra másolva, figyelembe véve a kitakarásokat is.
nyilván fontos alapinformáció, hogy a kettő vagy több szelvényt egy szelvénysorozat esetében egy adott ugyanabból az irányból kell nézni. Tehát, ugye, ahogy a szelvénnyel kapcsolatos bevezetőben láthattuk, a szelvény szerkesztésének az alapelve az, hogy a felszínre merőleges elméleti metszősíkokat feltételezünk, metszősíkot egy szelvény esetében. A szelvény sorozat ehhez képest csak annyival több, hogy több egymással párhuzamos ilyen elméleti metszősíkot feltételezünk. Tehát ebben az esetben ezen az itt látható felszínen, ami egy tulajdonképpen egy hegyvonulat, egy hegylánc két csúcsból áll, egy főcsúcsból, illetve egy mellékcsúcsból, amit lejtő kúpként is tekinthetünk. Hogyha déli irányból nézzük ezt a hegyvonulatot, akkor a déli irányból nézve első szelvényvonalat, illetve a felülnézetből az asztmetsző síkot látjuk, a csúcsok legmagasabb pontok közelében halad a második szelvényvonal, végül pedig a legészakabbi szelvényvonal, a hármas számú szelvényvonal. A láthatósági szelvénysorozat készítése, tehát technikailag lényegében 100%-ban három különböző szelvényvonal megrajzolását jelenti. Annyi megkötéssel, hogy ennek a kettő, három vagy több szelvénynek egy szelvénylapra kell kerülnie. Az a bizonyos láthatósági vizsgálat, ami ennek a módszernek az elvárt kimenete, az értelemszerűen így érhető el. Ez az egy szelvénylapra kerülés, ugye ez valósul meg azzal párhuzamosan, hogy egy irányból nézzük ezeket a szelvényeket. Tehát ahogy mondtuk, maga a szerkesztés az ugyanolyan elven történik. Itt látjuk a déli irányt, amilyen irányból a szelvényvonalakat nézzük, és ugyanúgy a szintvonalaknak a szelvényvonalra való meccéspontjait látjuk, ami a szelvény szintes és magassági méretarányainak megfelelően a szelvénylapra rákerül az adott szinteknél. Azután látjuk a második szelvényvonalat, végül pedig a harmadik szelvényvonalat. És így a szelvényvonalak megjelenésével, mármint így a megoldásnak az ábrán való megjelenésével látjuk a szerkesztésnek a hát azt a sajátosságát, hogy a kevés sajátosság egyikét, ami a láthatósági szelvénysorozatnál jelentkezik, ahhoz képest, hogy három teljesen különböző szelvényvonal megrajzolása történik. Ugye az első sajátosság az az volt, hogy a további szelvényvonalnak vagy vonalaknak nincs új saját szelvénylapja, tehát tengelybeosztásokkal, hanem a kettő vagy több szelvényvonal ugyanarra a szelvénylapra kerül. Ez az egyik sajátosság, a másik sajátosság pedig, amit itt látunk. Tehát mégpedig az, hogy a kitakartsági viszonyok érzékeltetése érdekében a távolabbi, tehát a nézési irányból nézve távolabbi szelvény vonalnak vagy vonalaknak azokat a részeit, részszakaszait, körbeszakaszait, amiket egy közelebbi szelvényvonal valamelyik esetleg több is kitakar, azt szaggatottan jelöljük. Tehát ábrázolás szempontjából ez a másik sajátosság, ugye értelemszerűen, hogyha van egy nézési irány, akkor a távolabbi szelvényvonalnál vagy vonalaknál, hogyha azok alacsonyabban futnak, mint valamelyik közelebbi szelvényvonal, akkor az ugye a valóságban egy
kitakarást jelent. Itt ugye az ábrán látható hármas számú vonal ugye teljes terjedelmében, ugye szaggatottan van jelölve, tehát teljes terjedelmében ki van takarva, ez amiatt van, hogy a három közül a legmagasabb pontokon keresztül menő, hogy feketével jelölt kettes számú szelvén vonal minden pontjában magasabban fut, mint a hármas, mivel hogy az a legtávolabb van a nézés irány szempontjából, és már alacsonyabb területeket ábrázol, tehát ebből így következik, hogy a kettes számú vonal, ami közelebb van és magasabb területeket ábrázol, ezt teljes egészében kitakarja, de mondjuk, hogyha feltételeznénk esetleg azt, hogy nem lenne hármas, ez a kettes számú szelvényvonal, csak egyes lenne és kettes, akkor a kettes számú szelvényvonal az egyessel való meccés pontjától jobbra eső részében kilátszan az egyes szelvényvonal mögül, tehát hogyha egy szelvényvonal hátrébb van egy másikhoz képest, a nézés irányból nézve hátrébb, de egy adott szakaszon magasabban fut, akkor ott meg lehet tartani a folyamatos ábrázolásmódot. A kitakartsági ábrázolásnak lehet szerepe egyrészt bemutatásban, ismeretterjesztésben. Talán mindannyian találkoztunk már hegységek különböző kilátópontjain a környező hegyeket, hegyvonulatokat bemutató ábrákkal. Ezek tulajdonképpen általában magassági szelvények, és ezek között előfordulhat láthatósági szelvény sorozat is, illetve néhány hát konkrétabb, közvetlenebb gyakorlati mérnöki alkalmazásról is beszélhetünk, ugye bizonyos hegységek bizonyos pontjai közötti láthatóságnak adott esetben a távközlésben is fontos szerepe lehet. Ez tehát egy még egyszer egy speciális alkalmazása az elméleti bevezetőben említett biogeográfiai, talajtani vagy földtani szelvényi alkalmazásokhoz képest. A láthatósági szelvénysorozat készítéséhez szükséges módszertani alapok, azok lényegében megegyeznek a szelvényszerkesztéssel kapcsolatos általános módszertani alapokkal, tehát a két tengelynek, ugye még egyszer ebben az esetben is csak két tengely van, ugye saját méretarányai vannak, tehát a valódi magasságot leképezni szándékozó, ugye megfelelő nagyítást alkalmazó magassági méretarány, ugye amit itt vastagbetűvel kiemelve látunk, az az, hogy ugye az a bizonyos terep magassági ingadozás megállapítás, az ebben az esetben a kettő vagy több szelvényvonalra együttesen teendő meg. Ez ugye amiatt van, hogy hogyha a magassági ingadozás megállapításának az a célja, hogy a szelvényvonal legalacsonyabb pontja se lógjon ki lefelé a szelvény lapról, a tengely alá ne kerüljön, és függőlegesen, és a legmagasabb pontja sem lógjon ki függőlegesen a szelvény lapról. Ebből nyilvánvalóan következik az, hogy hogyha több szelvényvonal kerül egy lapra, akkor az általunk a szelvényen megvalósított magassági ingadozás, tehát ugye a függőleges tenger beosztását jelenti ez, annak ezt együttesen kell biztosítani a kettő vagy több tengelyre. Tehát a kettő vagy több szelvényvonalra megállapított magassági ingadozásokból megállapítható összevont egységes magassági ingadozást kell a függőleges tengely beosztásában érvényesíteni. A vízszintes tengely esetében lényegében azt mondhatjuk, hogy semmi különbség nincs az egyszerű szelvényszerkesztéshez képest. Ugye a
vízszintes, horizontális értelemben átfogott hossz, az, ugye mivel a vízszintes tenge az a nézés irányára tulajdonképpen merőleges, ezért az, hogy egymás mögött több szelvényvonal lesz, az ebből a szempontból nem változtatja a vízszintes tengelynek a hosszát. És mivel a magassági méretarányjal kapcsolatban is csak ilyen szerkesztési szempontú különbséget állapítottunk meg, tehát az ábrázolást jelentősen meghatározó, tehát méretarány szempontú jelentősebb változás nem, ezért az az alapvető összefüggés, hogy a magassági méretaránya vízszintes méretarányt meghaladja, ez az a láthatósági szelvénysorozat esetében is érvényes marad. Illusztrációként itt látunk egy valós felszínt, ahol egymás mögötti hegyvonulatokat látunk, olyan hegyvonulatokat, amik egymással közel párhuzamosak. Egy ilyen felszín a láthatósági szelvénysorozat készítésére mondhatjuk így, hogy alkalmas, és hát valamennyire látjuk is itt, nyilván a különböző hegyvonulatoknál különböző mértékben, de ugye előfordulnak bizonyos kitakarások is az ilyen viszonyok érzékeltetésére alkalmas, tehát a szelvénysorozat. Ebben a lecke részben az itt témaként szereplő szelvénysorozatot részleteiben nem mutatjuk meg, csak bemutatjuk a feladat kiírását, illetve majd a megoldását, ami alapján önálló gyakorlás végezhető. A Földtudományi és Földrajzi Számítási Feladatok című jegyzet 3.3.12-es ábráján lesz az a két szelvényvonal, amik a példafeladat láthatósági szelvénysorozatát adják. Két szelvényvonal, az 5001-es és az 5002-es nyugat-keleti irányú kilométerhálózati vonalak lesznek. Mind a kettőre vonatkozik az, hogy a 6285-ös és 6286-os vonalak határolják a dián pirossal jelölt vonalakat. Jelentik ezek, tehát így a két szelvény vonalat láthatjuk egymással párhuzamosan nyugat-keleti irányban. A szelvényvonal szerkesztésének lépései is, tehát ahogy említettük, ugyanazok. Tehát először meg kell állapítani, amennyiben nem ismert, az alap térkép méretarányát és alapszínközét. Ebben az esetben a 40 mm-es kilométerre hozott a nézet oldalakból a 25.000-es méretarány szám, tehát egyaránik a 25.000-hez méretarány következik. 5 méteres alapszín közül egyébként a térkép, és az utolsó diánkon pedig az utolsó lépést szeretnénk csak megmutatni. Itt ugye látjuk, hogy a közelebbi itt kékkel jelölt szelvényvonal elkészült, a távolabbi kettes számmal jelölt szelvényvonalnak pedig az ábrázolt pontjai pirosra jelölt szintvonalmetszés pontok és zölddel jelölt interpolált pontok megvannak, és amit mutatni szeretnénk, az a pontok összekötése, ugye ez az, ami a szelvény sorozat esetében sajátosság, a két vonalnak, mint tulajdonképpen külön szelvényeknek a megszerkesztése a lecke korábbi részeiben látható volt. Az összekötésnél tehát arra kell figyelni, hogy amennyiben egy távolabbi szelvényvonalnak, mint ebben az esetben a kettes szelvényvonalnak bizonyos részei, pontjai, a közelebbi szelvényvonal pontjaihoz képest alacsonyabban futnak, akkor azt a szakaszt szaggatott vonallal kell jelölni. A többi szakaszt, tehát ahol a távolabbi szelvényvonal pontjai magasabban futnak, ott ugyanúgy folytonos vonallal történhet az ábrázolás, ami ugye azt jelenti, hogy a távolabbi szelvényvonal ezeken a rész szakaszokon kilátszik
a közelebbi szelvényvonal mögül.